A romániai pénzügyi felügyelet visszavonta az Astra biztosító tevékenységére vonatkozó engedélyt, amely a cég magyarországi fiókjait is érinti. Több ezer Astra ügyfél már jelezte, hogy vált és otthagyja a csődbe jutott biztosítót. Ezt ma reggelre már több hírportál is megírta. Ahogyan azt is, hogy itthon közel 200 ezer ügyfele vagy élő szerződése van a román tulajdonban lévő biztosító cégnek. A szakértők szerint mintegy 160 ezer kötelező gépjármű felelősségbiztosítási, 20 ezer lakás biztosítási és 10 000 kaszkó biztosítás várhat cserére. Az Astra biztosító magyarországi fióktelepe a következő napokban minden egyes ügyfeleit tájékoztatja a továbbiakról. Az ügyfelek a napokban egy levelet fognak kapni az Astra biztosítótól, melyben föl fogják ajánlani a közös megegyezéssel megszüntetésnek a lehetőségét szeptember 30-ával. Ez azt jelenti, hogy október 1-ével minden ügyfélnek új biztosítást kell kötnie, és értelemszerűen szeptember 30-ig díjra rendezetteknek kell lennie a szerződéseknek. Azon ügyfelek, akiknek tovább van a díja fizetve, mint szeptember 30, lehetőségük van nekik is arra, hogy október 1-el új szerződést kössenek, és lehetőség adódik majd arra, hogy ezt a díjat, ami még bent marad az Astra biztosítónál, visszaigényeljék. Ezt már a román garancia alaptól lehet visszakapni, tette hozzá a szakértő. Mindezzel kapcsolatban az információk elérhetők lesznek a Magyar Nemzeti Bank honlapján, illetve érdemes az alkuszokat is megkeresni. Akiknek a személygépkocsijukban esetleges káruk keletkezett, jobb, ha figyelnek a kártalanítás módjára. Akinek esetlegesen kára van, szeptember 14-től az Astra biztosítónál már semmilyen kárrendezési folyamat nem zajlódhat itt Magyarországon. A romániai garancia alaphoz kell benyújtani ugyanezeket a kárigényeket, ugyanúgy, mint a pénzvisszaigénylést is. Már a formanyomtatvány elkészült magyar nyelven, ezt le lehet tölteni az Astra biztosító oldaláról, illetve az MNB oldaláról is. Azt, hogy hova, kinek és mikortól lehet elküldeni, ezek a kérdések még nyitottak, úgyhogy szerintem a napokban erre is meg fogjuk kapni a választ. 100 ezer euróig biztosítottak az ügyfelek, a romániai garancia alap fizet. Az elmúlt napokban előfordult, hogy már nem vállalták a járművek javítását a műhelyek az Astránál kötött felelősségbiztosítások terhére. Volt olyan szervíz, ahol azt javasolták, fizessék ki a javítást, a számlát pedig vigyék el a biztosítótársasághoz. A Magyar Biztosítók Szövetségének nyilatkozata szerint a román garancia alap az Astra fióktelepének ügyfeleit, esetleges károsultjait ezekben az esetekben is kártalanítja.